Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az LCG tesztek. A mai videóban egy régi mumusom kerül elő új köntösben, vagy régi köntösben, de új belsővel, ez pedig nem más, mint a Fogger. Immáron a 4.1 verzió. Nézzük meg közelről, hogy hátha javult valamicskét ahhoz képest, ami a legutolsó emlékem, aztán megnézzük élesben. Itt van tehát az új Fogger, ami itt 4.0-át ír. Nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Először is itt van maga a készülék. Ezt mindjárt megnézzük közelebbről. Van benne egy kis csavarhúzó, pót-ó gyűrű készletek, ellenálláshúzal, pótcsavar és némi üvegszál. Most az lesz, hogy én ezzel, direkt ezzel fogom bekötni, hát ha az a baj, hogy az én setupjaim mindig ezen véreznek el. Nézzük a készüléket. A doboz 4.0. Itt azt írja 4.1. A forgalmazó a weboldalon azt írja 4.3. Nem tudom eldönteni, maradjunk annyiban, hogy az új Fogger. Annyit lehet róla tudni, így külsőre, hogyha levesszük a drippet, és nem nézzük a menetet, akkor 22x50 mm, azaz gyakorlatilag elég sok mindenen mutathat jól a készülék, a kazán így, és amit még érzünk, így súlyra is van benne anyag, mondhatjuk így, 87 g első körben. Na, szedjük szét akkor. Ahogy már a réginél megszoktuk, letekerjük a felső fémpalástot. Hát ezzel most, bocsánat, ezzel most kijött ez is. Biztos nem húzták meg a gondos kínaiak. És én segítségül hívok most egy csipeszt. Hülye kínaiak. Na, tehát itt van, annyit látunk, hogy ott fönt is van egy darab ógyűrű, ami majd tömíteni fogja ezt az üveg hatású üvegpalástot. Aztán van itt egy, összeszerelem újból, amit a kínaiak nem tettek meg, egy ilyen kis Kaifun-szerű fókusz nélküli palástunk, megvan a fókusz, ahogy elnyúlok felé. Tehát van egy ilyen kis Fogger kazánpalástunk, és van egy bazi, nagy, bazi nehéz bázis elemünk. Itt van még ez a gyűrű, ezt le tudjuk tekerni, könnyebb lesz szerelni. Ott van benne egyébként az ógyűrű alulra. Nézzük meg közelebbről. Itt, ahogy látjuk, egy réz csavar van középen, és ilyen Kaifun light-szerű betöltőnyílás alul. A belső részén azt látjuk viszont, hogy nem jön ide levegőcső, hanem itt és itt van két bazi nagy levegőlyuk, amik, ha ezt kitekerjük, de most nem tekerem ki, mert nem tudom, mert vizes a kezem, és talán így sem, akkor itt végződnek. Azt látom még, hogy itt van a betöltőnyílás,
és hogy ez olyan kurtán furcsán áll, nem tudom mennyire adja vissza a kép, hogy ez itt, mintha az alátét közép felé elfogyna, és nem tudom miért, de ha megnézitek, itt a csavar feje is, fókusz, köszönöm. A csavar feje is, mint hogy itt meg lenne köszörülve, itt is, meg itt is, mint hogyha kevés lett volna a hely. Na mindegy. Ezt akkor kicsavarjuk. Nézzük akkor, hogy kell összeszerelni, illetve beüzemelni. Rátesszük erre a kis szerelőpadra. És akkor fogjunk hozzá. Én, amit használni fogok, az ugye az előbb már elmondtam, a gyárilag hozzáadott üvegszál és gondos kínai kezek által becsomagolt 0,025 környéki ellenállás húzal. Miért kellett ezt így össze szenvedni? Na, a történet kezdődjön azzal, hogy kiegyenesítek egy kis darab húzalt. Úgy. Ni. És levágok belőle mondjuk egy meg még egy darabot. Úgyni. Ha ezzel meg vagyunk, én ezt a változatosság kedvéért itt, mert úgyis kettő darab kell, elmetszem. Na. Ide teszem, hogy játszhassak a fókusszal, csak a saját magam örömére. Ne azért, hogy nektek jó legyen. Úgyne. Ilyenkor úgy szoktam csinálni, ha csak egy van, hogy beleszúrok a közepébe egy tűt. Kicsit ducibb lesz tőle a tekerés. Helyett a üvegszál. És fogom az egyik húzaldarabot, és szépen elkezdem tekerni. Nem feszesen, nem lazán, és nem is jó helyen. Úgyni. Tehát elkezdem tekerni. Mi látszik a kamerába? Semmi. Visszaváltunk akkor ide. Egy, kettő, három, négy, legyen öt. Majd még igazítunk rajta. Az egyik megvan, most ezt megcsináljuk a másikkal is. Elkészült a másik tekerés is. Itt van mind a kettő. És akkor most szépen helyezzük be őt az őt megillető helyére. Ezt egy picit elfordítom. És úgy teszem, hogy talán nektek is jó legyen. Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy tök jó, ha hozzá lehet férni normálisan a kazántérhez és a tekeréshez, illetve a bekötési pontokhoz, mert na ez már annak látszik, de nem olyan. Egy nagyjából bent, majd még igazítunk rajta.
Hogy takar a kezem, de bazi nehéz egyedül, nem hogy még kamera alatt játszani vele. Nem akarja az igazságot, talán most nem, picit kiveszem alól. Na, talán most sikerült a helyére szenvednem. Másik, ez könnyebben megy. Úgy, ha ezzel meg vagyunk, próbáljuk úgy meghúzni, hogy nem szedjük szét a tekerésünket. Úgy néz ki, hogy fogja mindegyiket. Még nem csípjük le, eligazgatom picit a tekerést, hogy levegőcső fölött legyen. Hát ez a része a legpepecselősebb és a legnehezebb így kamera alatt. Ezen most már nem tudok, nem is szeretnék többet szenvedni. Levágom a lábakat. Úgyne. Megnézem, hogy egyáltalán hogy izzik a történet, és nem is ezt rakom alá, hanem egy mehát. Na, egy picit kiveszem, ne haragudjatok. Annyit látok, hogy az egyik picit jobban hízzik. Na, úgy néz ki most jó. Visszateszem a kis szerelőfonzóra, és most jön a könnyebbik része. Levágjuk ezen a ponton. Ugyanis ezeket majd ide bele fogjuk a vájadba vezetni, és ez fogja a légellátásunkat biztosítani, illetve elzárni a kazánunkat a külvilágtól és a folyadéktól, hogy elöntse azt. Egy. Na. Kettő. Három. Négy. Így néz ki most a történet. Szépen a vájatokba elrendezgetjük.
Ez egy picit hosszabb még. Na, egy picit levágtam mindegyikből. És azt csináljuk, hogy fogjuk, és a vájatokba betömködjük. Ezt hagyjuk utoljára, mert az lesz a problémás, úgy látom. Sőt, jobb ötletem van. Egy picit megnedvesítem őket. Így mancsosabb lesz a játék, viszont valamelyest könnyebb lesz beigazgatni, sőt, még a palástot is segítségül hívom. Ez az oldal jó. Ez az oldal szintén. Ez is. És ez is. Már csak a menetet kéne eltalálni. Hogy itt egy picit megigazgatjuk. Úgy ne. Úgy. Jó, ráhúzom, és elkezdem összeszerelni alulról. Ugye ez az a rész, ami tartja majd a palástot az ógyűrűvel. Jön a palást. Bocsánat, lemaradt a kémény. Húzzuk palást. Úgy. Más dolgunk sincsen, csak kitekerni a töltőnyílást. Tűvel beszabadulunk, és szépen megtöltjük. Úgy, ebből most ennyi elég. Csavar vissza. Úgy.
Kinyitjuk a levegőzőt. Itt látjuk 1, 2. Úgy kicsit hagyjuk pihenni, és utána megnézzük élesben, hogy hogy muzsikál. Na, kijelenthetjük, hogy a szülés nehéz volt. Anya és gyermeke jól van. Most meglátjuk, hogy lesz-e belőle sírás a végén, vagy örömkönnyek jönnek. Na te fogger, nehéz szülés voltál, de nem fogtál ki rajtam. Kicsit szűkebbre vesszük olyan analógosra. Francba az analóga. Fúrra nyissunk. Kemények vagyunk, mint a Tarzan sarka. Na. Úgy kéne csinálnom, mint ott. Kármit mondani. Na, nem ez lesz. Utálom a foggert. Nem csak ezt. Rosszul mondom. Az előző foggert utáltam. Aztán Oszi odaadta ezt, hogy na próbáljam ki. Szívnom kell megint. Szóval Oszi odaadta, hogy próbáljam ki, aztán meglátjuk. Hát azon kívül, hogy nem tudom eldönteni, hogy 4.1, vagy 4.0, vagy 4.3, maradjunk annyiban, hogy a fogger, az új, jobb, mint az előző széria. Nekem jobban tetszik. A beüzemelést láttátok, hogy két kézzel kamera alatt küzdelmes. A bekötési pontokat én inkább kicserélném egy ilyen kis átfúrt oszlopra, amit sokkal egyszerűbb szerintem szerelni. És jönnek a bubik is. És ezzel a kínai üvegszállal, meg a hozzáadott akármilyen húzallal sem volt, nem rosszabb a beüzemelése, illetve az íze, mint mondjuk az én tudományos akármilyen húzaljaimnak, meg a vattám, cellukottonom, anyám kínja, tök mindegy, hogy miről beszélünk. A legnehezebb pont szerintem ebben az, hogy eltaláljuk azt a pontot, amilyen hosszú lehet ugye a tekerésünk, a két tekerést egyszerre berakva, egy kézzel fogva becsavarni, majd utána, miután ezzel megvagyunk, miután ezzel megvagyunk, az üvegszálakat abba a kis vájatba berendezni. Na, az maga a rémálom. Szerintem senki ne próbálja azt, hogy kézzel ott elszöszmötöl, mert akkor eljátszik vele napestig. Próbálja meg úgy, ahogy én a végén tettem, egy pár csepp likvidet rárakni az üvegszálak végére, nagyjából odailleszteni, rárakni a kazánpalástot, és az első menet, mikor rákapott, akkor utána elrendezgetni szépen egyesével az üvegszálakat bele a nútba. Próbáltam azzal a setup-pal is, hogy az üvegszál nút, illetve hogy vattával és cellukottonnal tekertem meg, és nem raktam bele a vájatba, hanem csak szépen letömködtem. Halál volt. A vájatok akkorák, hogy
dőlt föl, és aztán dőlt kifele a levegőjukon, mert láttátok, hogy méretesek a levegőjukak. Úgyhogy nekem az nem vált be az a setup, hogy csak kitömtem a belsejét, nem volt jó, tehát mindenképpen le kellett vezetni. És ami fura, hogy üvegszállal jobb, meg sem néztem, hogy ez igazából milyen üvegszál. Kettes, szerintem. Szóval ezzel a kettes üvegszállal jobb, mint vattával elszórakozva, mert hát ezt össze kéne morzsolgatni, ha összemorzsolja az ember, akkor már nem olyan a tömörsége, mint amilyennek kell lenni, ez meg megtartja magát, és tulajdonképpen bele fog tagadni a vájatokba. Ez jó. Szóval a beüzemelése az nem egyszerű móka. És akkor térjünk át a pozitív-negatív véleményeimre. Illetve, hogy miben változott ezzel az előző szériához képest. A 3.0-hoz képest annyiban változott, hogy ez most már duál bekötési pontokkal rendelkezik. A 4-hez képest annyi változott, hogy a 4-nél nem ugyanez a menetes volt, mint a 3-nál a levegőállító gyűrű, hanem kézzel lehetett állítani a levegőjük nagyságát. Nekem az egyébként jobban tetszett a review-ban, ahogy láttam, olyan nem volt a kezemben sajnos. A negatívum. Kezdőknek én nem javasolnám, akkor sem, ha szemeznek a duállal. Van N plusz 1, ami könnyebben szerelhető. Attól függetlenül, hogy atomjaira szét lehet szedni. Negatívum számomra, hogy akárhogy mostam, az első tekerésnél mindig éreztem ezt a fura, fémes, alumíniumos, akármilyen ízt. Másodjára, harmadjára ez eltűnt. Negatívum még. Én nem szeretem ezeket az alsó töltésű kazánokat. Nekem egy ilyen fura diszkomfort érzetem van, hogyha ott a tömítés elfárad, akkor folyik be a csatlakozómba és a drága készülékünkbe a cucc. Nem szimpatikus nekem, de én véleményem. Aztán negatívum. Más nincs. Menjünk a pozitívumokra akkor. Hát, ha még közben eszembe jut valami negatív. Pozitív. Az űrmérete az tetszik egyébként, illetve hogy ennyire könnyű szerelni. Akkor lehetne esetleg jobb, hogyha az alsó része is menetes lenne, és a felső paláston keresztül csak letekernénk és tudnak tölteni, mondjuk, de ez csak zárójeles történet volt. Ja igen, eszembe jutott még egy negatív, majd mindjárt kitérek rá. Pozitív, hogy van egy jó nagy levegőjukakkal rendelkező duál kazán, ami nem is egy vészes összeg, mindjárt megnézzük, 9950 forint kedvezmények nélkül, és ez most egy kis luk volt. Jó gőzt ad, és az íze is szó-szó, jobb egy drip kazánnak, de hát elszoktam mostanában a tankos verzióktól, úgyhogy szerintem ugyanazt az érzetet hozza kicsit, nem kicsit, nagyobb gőzzel, mint az előző verzió, viszont ott van az az erős negatívum, hogy azért kell itt játszani, megküzdeni a beüzemelés során. És akkor eszembe is jutott még egy negatívum. Ez a kazán mókolás nélkül nem használható egy fűtőszálas verzióként, tehát single coilként nem használhatjuk, csak duálban. Ha mégis csak egy fűtőszállal akarunk égetni, akkor valamit ki kell találni, nem kötjük be a másikat, de ott is jön a fals, úgyhogy ezt le kell zárni.
Ha valakinek van erős bambusz húspálcája, azzal például szépen bele tud szúrni, és ott, ha lecsippenti, akkor jó lehet a történet single coil verzióra is, de mondjuk meg se égeti, mert ott ugye nem lesz semmi hő. Viszont azért csak kívánja ez a dolog, hogy két tekerés legyen rajta. A légelletesért felelős lyukak egyébként így is tökéletesen látszanak, és szépen látszik is, hogyha megy a bubi, úgyhogy az is pozitívum. Úgyhogy mindent egybevetve, én ennek a kazánnak a küzdelmes nevet adnám a vízkerességben. Semmiképpen nem olyannak ajánlom, aki még életében nem kötött be mondjuk duál tekerést, mert csak a szenvedés lesz vele, kb. Úgy, ahogy én a kamera alatt, és ez csak rosszabb, hogyha még tapasztalata sincs az embernek benne, hogy mire kell figyelni, vagy mire nem, így se lett százas a tekerés, azért azt tegyük hozzá. Viszont meglepő módon jó a gőze, jó az íze a történetnek. Úgyhogy én azt mondom, hogy kicsit bátrabb haladóknak, vagy vállalkozó szelleműeknek megéri a fáradtságot. Talán közelebb kerültem én is ahhoz, hogy megkedveljem a Foggert, de nem vagyunk puszipajtások, az biztos, meg nem is leszünk a közeljövőben. Viszont a gőzben és a gőzmennyiségben kompenzálja azt, amennyit én szenvedtem a beüzemeléssel, úgyhogy ha egy ilyen duál kazán a kezünk közé kerül, akkor érdemesnek találom 2-3 kísérlet erejéig, aztán ha nem sikerül, akkor valami könnyebbet kell keresni, mert szerintem ez egy picit nehezebb, mint egy bármilyen más duál drippert mondjuk beüzemelni. Remélem tudtam segíteni a tanácsaimmal és a videóval. Örülök, ha végignéztétek. Sziasztok!